Hello srácok, ez a Gaming is Fun, mint látjátok én Berci vagyok, és eljött a nagy nap, igaz lehet, hogy csak én vártam ennyire, de itt van a W2K, kell a fény, várjunk, jó, így, oké. Itt van a W2K17 videójáték lemezes kiadásban, pár perce vettem át, a Miskolcon lakok, az M-konzolnak hívják a helyet, nagyon szinte mindig ott vásárolok játékokat, aki miskolci vagy környéken lakik, annak csak ajánlani tudom, mert sokkal olcsóbb, mint például az 576, és kedvesebbek, jobban foglalkoznak a vendéggel, és hát még egyszer mondom, az sem egy hátrány, hogy olcsóbb, és sokszor több ezer forinttal is, így én talán a konzolok szervizében olcsóbb még Pesten, ez 19 ezer forint volt. Brock Lesnar van a borítón, és igazából egy Goldberges pre-order ajándékot is kapok mellé, ami annyi, hogy Goldbergnek kettő változatával tudok játszani majd, és igazából én akkor még nem nagyon néztem Pankrációt, amikor Goldberg aktív volt, bár most ugye vissza fog térni, mint a tegnap előtti Ron megtudtuk, de igazából... Oké, kamera. Na, oké. Közben eldőlt a kamera, nem tudom, hogy hol. Szóval a lényeg, hogy Goldberges pre-order ajándék van hozzá, a hátulján pedig az van írva, hogy Welcome to Suplex City, vagyis üdvözlünk Suplex városban, ami ugye Brock Lesnarnak az ilyen, hát nem is catchphrase, hanem ilyen kitalált dolga, ugye, mert folyton suplexeket ad, és én ezért pont utálom is, mert a legtöbb fizetést kapja köbő a rosteren, és egy évben jön háromszor, lead 20 suplexet, és ezért nem tudom, miért kéne annyira oda lenni érte, oké, hogy ő beast meg minden, de annyira nem vagyok érte oda, szóval borítót ne is nézegessük. A hátoldalán találunk egy Dean Ambrose bácsit, aki jelenleg a SmackDown-on van, és egy kis leírást, hogy a játék miben újult. Impresszív játék, és még egy kicsit tötet a játékmenet. Fedezd fel a legautentikusabb WWE játékmenetet, és több ezer új animáció és új mozdulat került be a játékba, ami nagyon durva. Ugye a backstage brawlok, és a, például a közönség között is lehet verekedni, aztán a legnagyobb WWE és NXT roster van a játékban, legendákkal együtt, és úgy érezheted, amikor játszol, mintha egy valódi WWE adást néznél, ami igazából engem annyira nem érdekel, de nagyon jó. Powerful Creation Suit, vagy valahogy így kell mondani, lényeg a lényeg, hogy egy nagyon komoly, nem is mondjam, testre szabhatóságot tettek bele idén a játékba, ami a sorozat előző részeire nem volt annyira jellemző, például eddig nem csinálhattál saját mozdulatot, vagy például saját videót, amit én nekem jól fog jönni majd, hogyha esetleg szeretnék videókat csinálni. Aztán a Championship Arena és Superstar eddig is volt, aztán ilyen győzelmi, hogy is mondjam, szenáriót lehet még csinálni, az is nagyon jó. Aztán a My Career Mode, amiből sorozat lesz, abból, hát nem tudom, több száz is lehet lesz rész, nem tudom. My Career és WWE Universe Mode az új promo motorral, ami ugye arról szól, hogy amikor karrier módban vagy Universe módban éppen nem birkózás van, hanem úgymond promózás, azt hívjuk promónak, amikor mikrofonba beszélnek, és akkor felül mutatja, hogy te most éppen rossz fiúsan beszélsz, jó fiúsan beszélsz, te döntheted el, hogy milyen irányba szeretnéd elvinni a karakteredet ezáltal, és nem abban fog kimerülni, mint tavaly, hogy René Young minden meccs után megkérdezi, hogy ez most egy rivalry lesz-e, vagy nem, mert az nagyon, nagyon gagyi volt. Aztán soundtrack Puff Daddy, az egyébként pár hónappal ezelőtt a Ron volt Puff Daddy, és akkor hype-olták be.
Hát még AJ Styles, meg Brie Bella van Brock Lesnar mellett a hátoldalon. 47 GB kell hozzá, úgyhogy szerintem szét is szakítom, és megnézzük, mi van belül. Hát nyilván egy kód és egy lemez, ami fontos számomra jelenleg, de az NXT Edition gondolkodtam, hogy megveszem, mert járt hozzá volna nagyon sok plusz ajándék, de az az igazság, hogy 11 ezeret én azért még ráfizessek, hogy kapok egy Finn Balor bábút, meg Season Pass, meg mit tudom én, kicsit sokallom, így is azért Watch Dogs-ra még kell. Na, itt van, azt mondja, hogy hogyan takarjam le, így látszik. Letakarom a Rainbow Six Siege-el, gyerekek, ez van kéznél, mert a Rainbow az mindig itt van kéznél. Itt van a Goldberg-es, jó, mondjuk így kell, mondjuk igazából a hátulját, ha nem tudom, akkor mindegy. Szóval itt van a Goldberg-es Goldberg Pack DLC, amit kaptam, ez csak és kizárólag azok kapták meg, akik előrendelték. Igazából én se szarom Goldberget, inkább Nakamurát adták volna, ami viszont meg az NXT Editionben van benne, szóval sajnálom egy kicsit, mert Nakamura óriási kedvencem, ezt a kódot majd beváltjuk. Aztán van egy ilyen kézikönyv, ami NBA van a hátulján, egyébként minden évben az NBA van a hátulján, nem megfigyeltem, nagyon jó. Safety, blabla, semmi érdekes kézikönyv, hogy ne rúgjál, berúgva, ne játszál a játékkal, meg ilyenek. És aztán itt van a gyönyörűséges a contenthez, így kell fordítani. Szóval itt van a gyönyörűséges lemez, és hát mindjárt be is pattintom, és csapatjuk is majd. Na srácok, mint látjátok, már itt vagyok a játékban, egy elég hosszú frissítést kellett letölteni, az 1.01-es frissítés 11 GB volt, úgyhogy összesen már így több mint 50 GB a játék maga, de meg is értem, hogy miért, mert rohadt jól néz ki, már csak a menü, már csak hogy kezdődött, ahogy bejött a, úgy, ahogy a tévében kezdődik a show, úgy indult a játék is, csak azt nem vettem fel, mert a zene miatt nem szeretném. De ez meg a másik. Ide jön Randy Orton, és így Towntól. Kurva jó, hogy így jönnek az emberek balról, elmennek jobbra, és aztán visszajönnek megcsinálni a Towntjukat. Itt van Enzo Amore. Nagyon nagy arc, és hát pár dolgot csináltam meg, mint például aktiváltam a Goldberg-es cuccacskámat, azt a DLC-t, amit az előrendeléshez kaptam, aztán pár gameplay manual, meg ilyen dolgot megcsináltam, és akkor csapathatjuk is a legelső meccset itt a W2K17 játékban. Remélem, hogy ti is nagyon bevagytok rá hype-olva, ez kész, így elmegy Brian, és így yes, kurva jó. Nézzünk először szerintem egy női Hell in a Cell meccset. Hardon csapatom. A momentum az nyilván nem az erősséget jelenti, az normál, az, hogy milyen gyorsan érd el a finishert, meg az ilyenek. Szóval matchups, igen, jó, ez jó. Oké, és akkor a történelemben először ezen a gálán, most október 30-án lesz... Sasha Banks! És bemondja a nevét, kurva jó, amikor kiválasztod. Lesz először, hogy hívják, női Hell in a Cell match, és azt fogom lejátszani. Ami a... lehet válaszolni title match, bizony ez title match lesz, ezért itt, oké. Na, kezdjük is. Kommentátorok mondják, hogy... Mondják, hogy milyen meccs következik, és ez is új, ez rohadt jó, ez nekem nagyon tetszik a töltés közben. És... aki nem ismerné, a Hell in a Cell az egy ilyen óriási ketrec, amiből nem lehet egyáltalán kijönni. Ezért hívják ugye a pokol ketrecének, mert bármi szabályos, ami benne történik.
Tehát a következő mérkőzés egy Hell in a Cell match, a WWE női, Raw női bajnoki címért. És itt jön Charlotte, aki ugyebár Ric Flairnek a lánya, és nagyon, nagyon jól néz ki már, mint azon túl, hogy szép is, azon túl még a grafika is nagyon jó, így a játékban az arca, meg minden, szóval, ja, ez eddig ez jól néz ki. Mert egyébként azt kell tudni, hogy az elmúlt időkben nagyon csúnya volt a játék, mármint a, úgy az előző időkben, hogy a sorozat korábbi részeiben, például a tavalyiban is. De ez így most már eléggé hagyja. Jó, a haja egy kicsit furcsa, az annyira nem next gen, de ahhoz képest, ami tavaly meg azelőtt volt, ahhoz képest szerintem teljesen korrekt. És akkor jön Sasha Banks, aki egyébként a kedvenc női birkózóm. Le szeretném azt szögezni, hogy nem ez már az entrancia, ez még ilyen NXT-ben volt kb. Az entrancia, szóval ennyire nem dobálja durván magát, meg nem tudom, más is, tehát más talentokat csinál, így nem olyan forgolódik, de attól függetlenül jó entrance, csak már nem ez van. Ő ugye a női bajnok, ezt a bajnoki címet a WrestleMania 32-n áprilisban vezettek be, vagy nem, még márciusban volt, nem emlékszem már. És hát ja, azóta már nem divák, hanem női szupersztárok. És mint láttátok, nem is divas menüből kellett kiválasztani, hanem rendes szupersztárs közül, a többi férfi szupersztár közül. Hú, de jó ez a izé. Ez az animáció, pláne Full HD monitoron, mert most játszok először a monitoron pankrációs játékot. Na szóval ez a tét, és ebben a ketrecben. Tehát ez történelmi meccs lesz. Én nem Charlotte-tal vagyok, ugye? Nem. Oké, Sasha-val vagyok. Jó, egyből deal. A hátára fogok, az most a taktika, hogy a hátát fogom egy kicsit szétszedni Charlotte-nak, mert ugye a finisher, a befejező mozdulat a Sasha-nak, az a hátra megy, a hátat támadja, mind a backstabből, mind pedig a bank statement. És egyébként írja felül, hogy hány csillagos, milyen minőségű a mérkőzés, ami tetszik, mert eddig ilyen csak a karrier módban volt. Kicsit jó, kicsit megpofosztjuk, mondjuk úgy. Viszont van ez a reversal, az azt jelenti, hogy a mozdulatot hárítja. Sőt, ellentámad. Boom, ez nagyon szép volt. Taunt-tolom. Ez a Taunt-ja, és azoknak mondjuk néha csinálja ezt is. Mondjuk egy kicsit megütögetjük. Úgy. Aztán, Universal. Szóval Hardon csapatom, úgyhogy nem garantálom, hogy gyerni fogok. De minden erőmmel azon leszek. És ő is a hátamat próbálja. Én is azt szeretném, már menjünk ki, gyereki, ne bocsak. Nem. Azt vágom, hogy ez milyen jó, hogy ebből a kameraállásból mutatják mondjuk a tévében, de a reversal az miért nincs kiírva? Egy, kettő pedig... Miért nincsen valami másik kameraállás? Ez egy kicsit gáz szerintem, ez nem tetszik. Jaj, de írja a reversalt, oké, akkor ez csak érkezeti hülyeség volt. De megnézzük, hogyha a másik oldalra megyek, akkor vajon mi ez a helyzet? Ez a helyzet. Van-e? Hát előtte a hátán kéne még úgy rúgben, tír! Még egyet. Hú, ezt visszajötte. Visszavág. Kicsába. Jaj, nincsen már reversalom. Banyek. Ott jobb alul töltődik.
Ó, de most ez sikerült, pont feltöltött, amikor megnyomtam. Na, rá tudunk ugrani, hogy ilyen távolról. És elugrik. És most neki ilyen valami plusz HP és hülyesége van, hogy nem tudom ezni. Még felmászik, hát mászom, én addig megnézem, hogy mi van a ring alatt. Bim! Bim! Ülj le azt a szép formát, kis hozzászény segélyt szétverni. Bújj! Hát ez főleg a lábára ment, de mindjárt adunk valamit neki a hátára is. Megnézem, hogy... Hú, de jól néz ki az itt. A Special Moves-nál... Setup Standing in Front, mind a kettő, jó, vágom. In-Ring Signature. Jaj, aha. Bank Statement, hát de hol a Backstabber? Mi? Attól tartok, hogy nem vágom. Ringside Signature... Jaj, aha, értem. Uh-huh. Jó. Akkor ez a Bank Brutos dolog van. Tényleg? Kettő finisher és kettő signature? Vagy egy finisher és egy signature? Hát egy kicsit kreatívabbat is lehettek volna, mindegy. Megpróbálom azért. Ó, hát ez most kapta az egy hitest. Ezt bedobjuk. Bemászunk mi is. A csókotél felett. És izé, visszavált. Ott, oké, megvan reversal. És jött a signature. Na. És egyből izébe. Pingpongból-ba. Gyerünk! Egy! Kettő! És kirúgott. Majdnem három pedig megvolt. Jó, vágom a tanít, hogy működik. Show off, Béni! Kaptam egy show off trofit. Dír! Hú, milyen bumpolt, orra bumpolt, mint az apja. Ő nagyon sokat bumpolt orra. A hátát szétszedjük meg a hasát. Meg a nyakát, meg minden. Deal. Oké. Okay. És szerintem benyomunk egy charge finisher. Bank Statement incoming. Csapatjuk. Bank Statement. Vagy Backstabber. Backstabber volt, és most jöhet a... Mi? Ezt nem vágom, hogy ezt hogy kellett volna. És egyből reverse-át charge-ot, úgyhogy... Jó, hogy még ki tudtam belőle rúgni. Na, akkor ráugrott felsőkötérről. Az úgy felugrott. Frog Splash, mint eddig Guerrero, viva la razza! Egy, kettő, három. Taca, placa, megnyertük. Sasha Banks, in the house. És ezzel a történelem legelső női Hell in a Cell meccs győztese Sasha Banks. Sasha freaking Banks. Igen, ez a Frog Splash, ez nagyon, nagyon jól nézett ki. Nagyon, nagyon jó volt. Na, és így ő maradt a női bajnok. Csak a Lucian majd letalakított, mert már ilyen neon zöld, ez nem ez a vöröses. Na, jó volt. Mindenki a lábán. Nem tudom, hogy hol. Azt sem tudom, hogy hol lesz. Izében lesz. Bostonban. Várjunk. Ha Bostonban lesz, az azt jelenti, hogy Sasha-nak a hometownja, vagyis Sasha-nál lesz tulajdonképpen. Akkor az kemény lesz. Én úgy emlékszem, hogy Bostonban lesz a Hell. Na, faszom. Amazing match. Tudom, köszönöm. Nézzük meg ezt a highlight reel-t, hogy ez hogy működik, mert ugye újítás, hogy a... Ó, újítás, hogy csinálhatsz magadnak ilyen... angle kameraállásokat lehet változtatgatni. Hány kamerásan? 9 kamerát tudsz változtatgatni, igen. Point accept. Ez nem vágom mi. Ez ezéként megy képkockánként. Aha. De jó, ez nagyon tetszik. És akkor ez lehet a start.
Start point. Nem vágom már, ja. Szóval újítás, hogy csinálhatsz magadnak ilyen highlightot. Ami nagyon jó. Viszont csak az abból, ami a meccsen volt valami nagy dolog. Szóval szerintem a replay 3-at fogom. Fogom. De miért nincs olyan, amikor leadja a Frogspest vagy valami? Mi ennyi replay van? Ez a pár fosság. Hogy lepineli? Ennyi. Jó, akkor ezt szerintem inkább hanyagolom. Na, exit. Na hát, ennyi lett volna ez a mai videó. A W2K17-ből ugye megnéztük, hogy mit tartalmaz a doboz, hát ugye elemezt meg a kódot. Aztán lejátszottuk az első meccset, esetleg majd még egy backstage brawlt lehet valamikor csinálok, de egyébként meg a My Career mód lesz az, ami vinni fogja itt a csatornán ezt a játékot, amiből végigjátszás lesz, és ha nem szeretnél lemaradni róla, akkor iratkozz fel most, mert király tartalmak fognak érkezni ide a csatornára, és szerintem napokon, sőt lehet, hogy már holnap jön az első karrier mód a W2K17-ből, ahol hát tulajdonképpen egy fiktív WWE pályafutást kísérhettek végig. Nagyon jó lesz, szerintem ne hagyjátok ki, úgyhogy legközelebbig is Gaming is Fun, és sziasztok!